Jó estét kívánok, köszöntöm a nézőinket. Napjaink egyik sokat vitatott témája a kiberbiztonság. Idén januárban egyetlen adatszivárgással 26 milliárd információ látott napvilágot. Ha valaki ugyanazt a jelszót használja különböző fiókoknál, könnyen előfordulhat, hogy személyes adatai vagy pénze bánhatja. A mai műsorban a kiberbűnözésről, a vállalatokat támogató uniós szabályozásról, a NIS2-ről és a mesterséges intelligencia legújabb vívmányairól is beszélgetünk. Vendégem a stúdióban Erdei Csaba, kiberbiztonsági szakértő. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Legutóbb, amikor itt járt nálunk, akkor idézem, azt mondta, hogy a kiberbűnözés évről évre rekordokat dönt, mind az esetek számában, mind a kár mértékét illetően. Ezek szerint ez a januári történelmi adatszivárgás, ez nem engedte meg, hogy ez a tendencia megforduljon. Tehát ez a tendencia vélhetően maradt. Semmiképpen nem fordult meg a tendencia, sajnos. Érdekes adatot hoznék akkor. A Magyar Nemzeti Bank is kiadta ugye a tavalyi évnek a bűnözési statisztikáit, és kifejezetten csak az online kártyacsalások és elsősorban a lakossági érintettek esetén ez éves szinten olyan körülbelül 80 ezer esetről van szó, amiben közel 20 ezer esetben tényleg sikeres csalást hajtottak végre a bűnözők, és a kárérték az több mint 23 milliárd forint. Hamarabb támadják a hackerek az átlagembereket, mint a nagy vállalatokat, bankokat? Én azt gondolom, hogy mind a kettőnek megvan a maga, hogy mondjam, a piaca, a kereslete, kínálata. Tehát nem ugyanazok a csalók veszik célkeresztbe az átlagembereket, mint a nagyvállalatokat, de kétségkívül adott esetben az egyszeri felhasználók, az egyszeri emberek, egyszeri állampolgárok védtelenebbek sok tekintetben az ilyen csalásokkal szemben, hogyha nem elég tudatosak. Én pont ezt akartam mondani. Itt igazából a tudatosságnak a hiányáról beszélünk elsősorban, vagy mi az oka annak, ennek a rengeteg óriási számú kiberbűnözésnek? Hát ugye szoktam mondani, hogy a bűnözők is gyakorlatilag ilyen nagyon piacszerűen működnek, mert pénzt akarnak, profitot akarnak maximalizálni, és nyilván akár csak a fizikai világban, hogyha például egy lakáson van bármilyen rács, egy másik lakáson meg nincs rács, akkor nyilván azt választják, amin nincs rács, mert ezt nagyon könnyen ott egy betörést meg tudnak csinálni, és viszik a javakat. Itt is azt gondolom, hogy olyan felhasználók, akik nem mozognak otthonosan a digitális világban, digitális bankolásban, eleve esetleg egy kicsit félnek is ettől a történettől, nagyon könnyű őket becsapni, és bizonyos csalókörök ugye rá is állnak erre üzletszerűen, nem véletlen, azért gondoljunk bele, mondjuk 80 ezer telefonhívást lebonyolítani, tehát azt valószínűleg jó nagy szervezethálózatoknak kell végrehajtani. És annak van egy logisztikája is, ugye az eszközök beszerzése, a telefonszámok beszerzése, próbálgatás, és hogyha bárki veszi a fáradtságot, és mondjuk így a nagy videó megosztó csatornán utána néz, akkor sokaknak sikerült felvenni ilyen beszélgetéseket, és abszolút látszik, hogy ezek a csalók ilyen nagyon jó forgatókönyv, nagyon jó idézőjelbe forgatókönyvekkel dolgoznak, tehát bemutatkoznak, tényleg próbálnak úgy viselkedni, mint egy banki ügyintéző, vagy egy banki informatikus, vagy valaki. Hát persze valójában egy banki ügyintéző vagy banki informatikus nem viselkedik úgy, mint ők, mert nem kezd el érzékeny adatokat kérni az ügyféltől, de jól felépítik a történetet. Olyanokat is csinálnak, hogy az ügyintéző megijeszti a kiszemelt áldozatot, és aztán bizalomépítése, hogy mondja, hogy de átkapcsolom a banki informatikai szakértőjéhez. És akkor át is kapcsol, és ott már egy fiatalember fogadja az ügyfelet, és ő kezd el neki mondani valamilyen kis történetet. A károk súlyossága egyébként milyen mértékű lehet? Azt el szokták sűrűn mondani, hogy ha nem változtatjuk meg sűrűn, illetve nem elég erős a jelszavunk, akkor egyik fiókból a másikba gyakorlatilag könnyen utat engedünk mi magunk. Most, ami nekem hirtelen eszembe jutott, hogyha valaki megszerezte a jelszavomat, akár mondjuk belép a, nem tudom, az egyik streaming szolgáltató fiókomba, és ott megtagadja tőlem a hozzáférést. De hát ez gondolom csak egy nagyon apró súlyú történet. Igen, illetve van más probléma is, ugye például a
különböző szociális média oldalakon, ott ugye fizetős szolgáltatásokat is lehet igénybe venni, és nagyon jellemző az, hogy például ott letárolja a felhasználó a bankkártya adatait, vagy a bankkártya adatainak egy részét, rosszabb esetben elment mindent, és akkor tulajdonképpen a támadó, aki hozzáfér a fiókjához, az így a kártya adataihoz is hozzáférhet valamilyen szinten, vagy ami rosszabb, hogy vásárolhat adott esetben, tehát használhatja az ott felajánlott szolgáltatásoknak a kifizetésére azt a kártyát, ami nem az övé. Ugye az egyik legnagyobb ilyen oldalon, ott kifejezetten ilyen reklámkampányok, fake reklámkampányok, tehát olyan szintén megbízhatatlan weboldalaknak a kampányainak a finanszírozására használják ezeket a lopott fiók, lopott kártyákat. Mi volt a történelem eddigi legnagyobb kibertámadása? Fú, hát ez azt gondolom, hogy nincs ilyen rangsor a szakmában, tehát hogy én azt mondanám, nagyon sok nagyon komoly kibertámadás volt, és ez így, hogy mondjam, típusonként változik. Mondok egy-két példát, és akkor lehet érzékelni. Én azt gondolom, hogy 2016-17 nyarán például az, hogy hát most már elég valószínű, nem bizonyított tény, nyilván ezek mindig feltételezések, az orosz állami hackerek Ukrajnában akkora áramellátási gondokat okoztak, hogy hetekre állították le több száz ezer háztartásban az áramellátást. Egyébként nagyon sportszerűtlen módon télvíz idején, tehát ugye 16 decemberében, talán 17-ben. Ezt én elég súlyos kibertámadásnak értékelem, de még a történelmi időkből 2007-ben az iráni atomprogramot támadták meg eredményesen, ugye mindenki ezt az akciót Izraelnek és az USA-nak dedikálja oda, hogy véletlenül ezt ők csinálták. Ugye az iráni atomprogramban urán centrifugákkal dúsították az uránt, és ezeket a centrifugákat gyakorlatilag fizikailag sikerült károsítani, úgy, hogy olyan szoftver vezérlőt telepítettek rá, ami egyszerűen túlhajtotta ezeket a, illetve valójában érdekes mechanikai dolgokat csinálta a centrifugával, amit üzemszerűen nem szabadott volna és nem kellett volna, és konkrétan fizikailag számos centrifuga megsemmisült, emiatt elromlott. Úgyhogy azt gondolom, ez is érdekes, de kiemelném még a mondjuk zsarolóvírus támadás szintjén néhány évvel ezelőtt az egyik legnagyobb amerikai húsipari céget, és itt arra kell gondolni, hogy azt hiszem, hogy az amerikai húspiacnak valamilyen 30-40%-át birtokló húsipari céget állították le zsarolóvírus támadással. Amit egy átlagember nem biztos, hogy megért, hogy egy állam, egy nemzetbiztonsági hatóság, egy high-tech cég adott esetben, hogy nem tud felkészülni egy ilyen kibertámadásra? Hát szoktam azt mondani, hogy az informatika az egy fiatal tudomány, ugye még az 50-es évek óta műveljük, és disruptív technológia, tehát gyakorlatilag exponenciálisan növekszik ez a terület, és jelenleg azt gondolom, hogy az informatikában az a helyzet, hogy sokkal-sokkal bonyolultabb rendszereket vagyunk képesek építeni, mint amit már bárki átlátna. És nagyon-nagyon komoly nagy rendszereknél, mondjuk kiberbiztonsági tanácsadóként tudjuk azt, hogy mit kell csinálni, mit kell megjavítani, mit kell karbantartani, de ez a jóiparos munkaterületeken, az üzemeltetésnél, a fejlesztésnél, ezek ilyen elképesztő méretű munkákban csúcsosodhatnak ki, vagy csúcsosodnak ki, amire adott esetben nincs pénz, nincs idő, nincs lehetőség, vannak különböző megkötöttségek is még az informatikában. Mondok egy példát, ugye, hogyha használunk egy vállalatirányítási szoftvert, akkor azt nem cserélhetjük le évente, viszont a technológia meg avul, és az a rendszer, ami 5-6-7 éven keresztül jól szolgált bennünket, lehet, hogy funkcionálisan még most is tökéletes, de technológiailag már nagyon durva elavultsági jeleket mutat, és az egy óriási fájdalom egy nagy cégnek mondjuk lecserélni egy ilyen rendszert. De akkor ez mit jelent a jövőt nézve? Ugye azt mondja, hogy ez egy fiatal tudományág. Akkor 5-10-15 év múlva, amikor már sokkal-sokkal fejlettebb lesz az informatikai rendszer, sokkal jobban tudnak védekezni, vagy annál nagyobb áldozatai lehetnek egy-egy ilyen támadásnak?
Vagy ezt egyelőre még önök sem látják szakértőnek? Hát én azért bizakodó vagyok abból a szempontból, hogy nagyon sok feladat van, ami automatizálható lenne, nagyon sok feladat van, ami, hogy mondjam, modern technológiákkal, modern eszközökkel, modern keretrendszerekkel jobban karbantartható lenne. Azt gondolom, hogy az elmúlt időszakban, hogy úgy mondjam, tisztul is a szakma. Ezt úgy értem, hogy évekkel ezelőtt még nagyon durván ostoroztam azt, hogy az egyetemen van egy másodikos hallgató, aki nagyon ügyes, nagyon okos, és akkor a cégvezető kitalálja, hogy ő írjon vállalatirányítási rendszert, pedig hát ugye hol van még tapasztalata egy ilyen fiatalnak, bármennyire is okos. Én azt gondolom, hogy egy komoly szoftverfejlesztés, mondjuk egy komoly szoftverfejlesztő cégre kell bízni. Én bízok abba, hogy ez a folyamat is erősödik az Európai Unióban és a világban is, hogy komolyabban vesszük ezeknek tehát olyan szoftver, amiben milliárdokat kezelünk, annak megadjuk a komolyságát, és akkor tényleg megfelelő színvonalba fejlesztjük azt le. Az Unió egyébként hogyan tudja segíteni, támogatni a vállalatokat? Most ugye beszélünk erről a NIS 2 keretrendszerről, ami aktualizálta, ha jól emlékszem, a 2016-os jogszabályokat kiberbiztonság terén. Itt milyen vállalatok érintettek, és miről szól tulajdonképpen ez a NIS 2? Ugye az említett előzményrendelet is egy kiberbiztonsági szabályrendszer, módszertan előírás. Sajnos az akkoriban úgy nem gyökerezett meg így a nemzeti tudatokban, meg az Európai Unióban sem terjedt úgy futótűzszerűen, de ugye a Covid-ban egy nagyon gyors erőltetett digitalizáció zajlott le. Ez magával húzta a kiberbűnözésnek az elképesztő megnövekedését. Bocsánat, az erőltetett alatt mit ért? Hát ugye mindenki karanténba kényszerült, mindenkit bezártunk, mindenki maradjon otthon, de dolgozni kell, és akkor mi történt? Módon? Távmunka. Mindenki menjen át távmunkába, és gyakorlatilag az összes cég mondjuk elkezdte a rendszereit kinyitni az internet felé, hogy a kollégák otthonról is elérjék, de azt nem gondolták át, hogy ennek azért biztonsági kockázatai is vannak. Ugye nyilván mivel foglalkoztak, az üzleti kockázattal, mert ha nem dolgoznak a kollégák, tönkre megyünk. Tehát nyilván kell, hogy dolgozzanak a kollégák, de ez azért kockázat, még akkor is, hogyha különböző biztonsági védelmi intézkedéseket bevezettek, de hát nagyon sok helyen tudjuk, hogy semmilyen biztonsági intézkedéseket nem vezettek be. Kinyitották a rendszereiket, és ezt nyilván a bűnözők meg kihasználták azon frissibe. És gyakorlatilag ettől az időponttól számítjuk azt, amikor tényleg a kiberbűnözés így azóta folyamatosan nagyon durván nő. És a Covid elmúltával pedig beköszöntött ugye a második nagy kockázat, az orosz-ukrán háború, aminek a kibertérben is azért óriási hatása van. És ez a kettő gyakorlatilag nagyon erősen indikálta azt, hogy a NIS 2-es keretrendszer kijöjjön egy frissebb, újabb verzió, amit viszont már, hogy mondjam, nem hagyták így elsúnyogni a nemzeti hatáskörben sem. Ugye Magyarországon már tavaly kijött ehhez a törvény, és folyamatosan jönnek ki a végrehajtási rendeletek, hogy milyen szervezetekre, milyen védelmi intézkedések kötelezőek. Itt egyébként alapvetően egy ágazati megközelítés van, és egy méretbeli megközelítés, tehát bizonyos ágazatok, egészségügy, gyártás, járműgyártás, gyógyszeripar, élelmiszeripar. Tehát, ezek vannak a legnagyobb kockázatnak kitéve? Ezeket nevesíti a rendelet, tehát 16 ágazatot nevesít a rendelet, informatikai szolgáltatásokat is kijelöl, hogy azok kiemelten kockázatos ágazatnak számítanak, és a másik, hogy ezeken az ágazaton belül nyilván a nagyobb cégek, tehát legalább 50 fő, legalább néhány millió eurós bevétel, tehát ágazat és méret alapján kötelező ez ennek a rendeletnek, illetve ennek a törvénynek és rendeletnek a végrehajtása a cégeknél. És akkor ez gyakorlatilag egyfajta edukáció, biztonsági kultúra, amit a cégek, vállalatok megtanulnak? Az edukáció is benne van, de erősebb ennél a rendelet, tehát egyrészt nagyon komoly szabályozási követelmények vannak, tehát például a cégnek el kell azon gondolkodni, hogy milyen elektronikus információs rendszerei vannak, milyen adatvagyona van, az mekkora értéket képvisel,
mekkora erőforrásokat kell beletenni azoknak a védelmébe. Ezeket mind át kell gondolni, szabályozni kell. És most mondok egy kiberbűnözéses példát. Ugye mostanában nagyon sok cég ugrott be annak, hogy kap egy levelet egy partnerétől, hogy megváltozott a számlaszáma a partnernek. Nagyon jól meg vannak csinálva ezek a csalások is. Tényleg attól jön, akitől kell, olyan a logó, amilyen kell. Nagyon úgy néz ki az az e-mail, hogy teljesen rendben van. És ilyenkor, ha a pénzügyes nem ellenőrzi ezt az információt, akkor több 10 millió forintokat utalnak el nem igazi számlaszám, igazi számlaszámra, de a bűnözők számlaszámára. Itt ugye triviális, hogy egy olyan szabályozás kéne, hogy hát egy e-mail alapján nem változtatunk partner számlaszámot, tehát ott valami szerződésmódosításnak kéne lennie, ott az a minimum, ugye, hogy felhívjuk a partnert, hogy valóban változott-e. Ha magyar partnerről van szó, akkor azért a számlaszámok a cégbírósági adatokban ugye ellenőrizhetők. Tehát erre akkor folyamatot kell kidolgozni. Úgyhogy nagyon komoly szabályozási követelmények vannak, és technikai, technológiai követelmények is vannak. Például, hogy az előbbi távmunkát említsem, elvárja a rendelet azt, hogy ezt biztonságos csatornán keresztül kell megvalósítani, tehát ne léphessen be akárki, akárhonnan a vállalat hálózatába, az legyen azonosított, hitelesített és egy titkosított csatorna. Beszéljünk az egyik kedvenc témámról, a mesterséges intelligenciáról. Sokszor az a megközelítés, hogy áldás vagy átok. Ha az áldásra gondolunk, most például Debrecenben láthattuk azt a vívmányt, hogy robotok és orvosok együtt fognak most már műteni, hogyha esetleg valakinek egy picit is megremeg a keze, akkor azt 100%-osan tudja korrigálni a robot. Átok, nem tudom, hogy műsorvezetőként mondjuk 5 év múlva lesz-e munkám. Nem régen mondta egyébként az egyik kollégám, aki Szaúd-Arábiában él, rádiós műsorvezető, oda ment hozzá a főnök, és azt mondta, hogy itt van 3 oldalnyi szöveg, kérlek, olvasd fel, legyen érzelmesebb, kicsit érzelemmentesebb, mindenféle tónusban, hangtónusban, és mikor visszakérdezett, hogy miért, akkor az volt a válasz, hogy hát azért, mert robot fogja innentől kezdve, nem is tudom, napi egy órában a műsorvezetést csinálni, a te hangodon. Szóval, hogy ezek olyan dolgok, amik már itt vannak, de mégis valahol félünk tőle. De nem akarok sarkítani, ez nagyon fekete-fehér kérdés. Ön hogy látja most a mesterséges intelligenciát, hogyan lehet ezeknek a pozitív oldalaira kihegyezni a hangsúlyt? Érdekes, a felhozott példa azért is érdekes, mert Scarlett Johansson ugyanezért most a héten pert indított, ugye az egyik legnagyobb mesterséges intelligencia fejlesztő cég ellen, mivel hogy felkérték, hogy legyen ő a mesterséges intelligencia hangja, ugye neki volt néhány évvel ezelőtt egy filmje, ahol egy számítógépes operációs rendszernek a hangját adta, és ő ebben nem ment bele, és ennek ellenére megjelent ugye ez a beszélő chatbot, és nagyon hasonlított a hangja Scarlett Johanssonra, úgyhogy ő most perel ezért. Igen, tehát jogi kérdéseket is felvet, abszolút. Tehát az, hogy a műsorvezető kollégával, én azt gondolom, hogy módfelett etikátlanul jártak el azért ebben az esetben, mert ez tényleg nem így megy, hogy lemásolják a hangját, de etikailag nem így megy, technológiailag sajnos tényleg így megy, meglepően kevés szövegből tudja reprodukálni. Egyes alkalmazások tudják reprodukálni az embernek a hangját, akár az érzelmi kitöréseit. Úgyhogy érdekes ez a terület. Én azt gondolom, hogy a mesterséges intelligencia az egy nagyon kiváló eszköz, kicsit azért azt gondolom, hogy túl van hype-olva, mert nem tartunk azért még ott, mint amit sok mindenki belelát. De mindenképp a példa, amivel egyébként én nagyon el vagyok ájulva tőle, tehát az egészségügyi alkalmazások, és mondjuk például pont ez a debreceni robotkar, ezek zseniálisak. Tehát ezek fantasztikusak, és meg vagyok győződve róla, tekintettel arra, hogy nem arról van szó, hogy nagyon-nagyon sok orvosunk van, és így dúskálunk a javakba, és már nem tudunk velük mit kezdeni. Tehát én egyáltalán nem félek attól például, hogy az orvosokat kiváltják ezek az eszközök, még akár a diagnosztikai. Sokkal inkább azt gondolom, hogy egy radiológus is nem az lesz, hogy majd a gép végzi az ő munkáját, hanem az lesz, hogy a radiológus ugyanabban a műszakban, ami alatt mondjuk most 30-40 leletet tud elemezni, ez fel fog menni 60-80-100-200-ra, tehát hogy hatékonyabbak lesznek, és nagyon jó ugye a példa, hogy tényleg az a robotkar, azokat ugye a legbiztosabb kezű sebésznek, és van egy pici rezgése a kezébe, még hogyha az
az annyira pici is, hogy mi egyszerű földi halandók ezt nem is látnánk, de valóban a gép ezt teljesen lesatírozza. Mit gondolt az alatt, amikor azt mondta, hogy többet gondolunk a mesterséges intelligenciáról, mint ami? Én ezt leginkább ugye a sajtóban látom meg az emberek reakcióiba, hogy már itt tényleg nagyon sokan egy bevizionálják azt, hogy két éven belül már terminátorok szaladgálnak majd az utcán, és ugye időről időre felvetődnek azok a hírek, hogy mit tudom, melyik chatbot nagyon érzelmesen válaszol, és hogy ő már öntudatra ébredt. Itt ehhez még azért azt kell mondjam, hogy szerintem nagyon távol állunk, hogy öntudatra ébredjen bármelyik ilyen eszköz, sőt tovább megyek. Tehát amikor az OpenAI-jal mondjuk csetel valaki, és releváns érzelmes információ, egy érzelmes beszélgetést folytat vele, ez valójában semmi más nem jelent, csak az, hogy az a tanulóadat, amiből dolgozott az az algoritmus, az a tanuló rendszer, abban nagyon sok ilyen érzelmes mondat volt mondjuk, és egyszerűen a matematikai modell a nyelv működése alapján az algoritmus megtanulta azt, hogy egy érzelmes kérdés, egy érzelmes válasz szokott következni. És ezt mi gyakorlatilag már pszichológiailag kicsit máshogyan értelmezzük? És azt gondolom, kedves szavakat máshogyan fogadunk be? Igen, meg ahogy a Kávi mondja, ugye az ember lelke egy bálványgyár, és így hajlamos arra, hogy ezeket így bálványozza, meg ilyesmit belelásson. Valójában ez nincs benne. Tehát, hogy a jelenlegi matematikai modell, minden szakértő 100%-osan egyetért abban, hogy nincs ilyen, hogy öntudat, sőt, ugye nem véletlen, amikor például azt mondják, hogy a chatbotok halucinálnak. Valójában nem halucinálnak, hanem egyszerűen nem gondolkodnak, és nincs világlátásuk, világképük, sőt, sajnos logikájuk sincsen, de a működésük arról szól, hogy márpedig ők szöveget generálnak, de nem tudják ennek a tényszerűségét ellenőrizni se, ha a tanulóadat jó minőségű és jó tényszerű adatok vannak benne, akkor azt várjuk, hogy ő is jó tényszerű adatokat fog mondani, de ha nem, vagy mondok egy példát, mindenki játszhat ezzel, hogy megkérdezi, hogy mit tud saját magáról, és általában azért kevés az az ember, akinek az önéletrajzai teljesen fullosan fent van az interneten, akkor azt láthatja, hogy ilyen nagy blőd dolgokat ír vissza a chatbot a saját életéről. Nyilvánvalóan a felese igaz, mert ez nem egy tényállító rendszer, hanem ez egy szöveggeneráló rendszer ebben az esetben. Illetve amit még kiemelnék, hogy a média is mindig mondja, hogy a mesterséges intelligencia, de valójában nem itt tartunk, hogy a mesterséges intelligencia, valójában a sakkozó robot, sakkozó mesterséges intelligencia, a gót játszó mesterséges intelligencia, a képet rajzoló mesterséges intelligencia, a szöveget generáló mesterséges intelligencia, ez mind-mind más külön-külön kis projekt gyakorlatilag, vagy hát nem is olyan kicsi, hanem nagy. Tehát nincs ilyen, hogy egy általános mesterséges intelligencia így bele szagol ezekbe a dolgokba, sőt, mivel tudata sincs, a sakkozó robot például nem tudja, hogy ő sakkozik, ő valójában számokkal számol, kiszámol mindenféle lépés kombinációkat, megnézi az adatbázisába, hogy az elmúlt néhány száz év játszmáiból erre a lépésre mi volt a legjobb lépés, és megteszi azt, de ő közben nem élvezi a játékot, és hogy a Kasparov mondjuk húz valami mesterit, akkor nem mondja azt, hogy azt a kutya fáját, micsoda lépés. Igen, érdekes abba belegondolni, a színfalak mögött csak algoritmusok és képletek vannak. Innen folytatjuk, remélem legközelebb. Nagyon érdekes volt a beszélgetés, köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen, hogy velünk tartottak. További jó tévézést kívánok, viszontlátásra.